képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Az imádság, az igazi imádság, vágy, az ember vágya Isten után, arra, hogy kapcsolatba lépjen vele. Mert benne találjuk meg magunkat, boldogságunkat, identitásunkat. Az imádság azonban különös módon nem egy oldalú kapcsolat Isten. Nem csak a teremtmény sóvárog Isten után, hanem Isten is teremtményei után. Életünk Istenben válik teljessé, és a Teremtő örömételi alkotásaiban mindegyikünket személyesen szeretettel, személyes szeretettel szeret. És ha fölidézzük Szent Pál tanítását a római levélből, ki azt mondja, de hiszen még azt se tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. Hanem szívünk mélyén Isten szent lelke jár közben értünk és sóhajtozik kimondhatatlan sóhajtozásokkal. Akkor azt kell mondanunk, hogy az imádság Isten vágya is. Hogy nekünk adja a szent lelkét, hogy az élet teljességébe vezessen. Mert bennünk sóhajtozik a lélek, az Atya és a Fiú szeretet közösségére. És abban is kapcsol be bennünk. És azt mondtuk tegnap is, hogy az imádságnak ez az intimitása, ez volt Szent Ferenc életének is a szíve, amire ő maga is szüntelenül vágyakozott, amire követőit is buzdította, hogy mindenek fölött vágyakozniuk kell az Úr szent lelkének és működésének birtoklására. És akkor, amikor az életrajzírója azt írja, hogy maga szint nem, hogy imádkozott, imádkozó embernek látszott, hanem magának, magának az imádságnak látszott ő, akkor az azt jelenti, hogy nem csak imákat mondott el, hanem hihetetlenül mély kapcsolatban él Istennel.